Kedves egybegyűltek, fiatal társaim! Eszterházi Péter gondolatával nyitanám meg beszédemet, aki azt mondja, hogy csak az a nemzet érdemes jogsorsra és örök életre, amely meg tudja becsülni nagyjait, és amelynek mindig szem előtt lebeg azok példát adó munkássága. 1848. márciusában olyan események történtek, amelyek örök példát mutatnak számunkra. Gondoljunk bele abban, hogy velem és veletek fiatalokkal, a mi generációnkkal, egykorú fiatalok, hosszas előkészületek után egyszer csak eldöntötték, hogy változtatni akarnak azon a helyzeten, amelyekben élnek. Amely nem tetszik nekik, amelyen nem értenek egyet. Ezeknek a fiataloknak az átlag életkora 22,5 év volt. Gondoljunk ebbe bele. A legfiatalabb 13 éves volt, és a legidősebb 30 éves. Ehhez a korosztályhoz, hozzátok, fiatalokhoz szeretnék most szólni. A 48-as ifjúság tettei több generációs sorsát meghatározták. A közös harcuk gyümölcsét élvezik most is az emberek. Nem csak az ifjúság, hanem mindenki, önök is. Akárhogyan is, de be kell lássuk azt, hogy jövőnket mi, fiatalok tudjuk befolyásolni. Nem fog senki helyettünk lépni. Kossuth Lajos azt mondta, a haza örök, és nem csak az iránt tartozunk kötelességgel, amely van, hanem az iránt is, amely lehet és lesz. Tehát nekünk ugyanaz kell legyen a feladatunk, mint ami Petőfinek és kortársainak volt. Keresni és kutatni kell azokat a problémákat, amelyek hátráltatnak bennünket a fejlődésben, a kibontakozásban és a közös jövőnk felépítésében. Nap mint nap millió tényező hátráltat bennünket abban, hogy értelmes, gondolkodó és értékteremtő fiatalokként tudjunk cselekedni a mai társadalomban. A márciusi ifjak 167 évvel ezelőtt meglátták ezeket a problémákat, és harcoltak ezek ellen. Lázadtak azért, hogy a visszahúzó erőket megsemmisítsék. Felteszem a kérdést nektek, fiataloknak, hogy mi meg tudnánk most fogalmazni a problémáinkat? Gondolkodunk egyáltalán azon, hogy 2015-ben számunkra és a közösségünk számára melyek a hátráltató tényezők? Keresünk megoldásokat? Harcolunk egyáltalán a problémák ellen? Én, mint ebben a helyzetben a fiatalság képviselője, kimerem jelenteni, hogy csak szendergünk. Hiszen rajtam kívül az egész megyében csak két fiatal szeretett volna itt állni, ahol én most állok, és élni a felszólalás lehetőségével. Hol vannak ilyenkor a fiataljaink? Akadnak köztünk olyanok, akik törekednek arra, hogy valami változás történjen. De a számottevő fiatalság szenderek. Alszunk a tévé és a számítógép előtt, illetve okostelefonnal és táblagéppel a kezünkben. Az eszközök önmagukban persze nem rosszak, de ne hagyjuk magunkat elaltatni általuk. Vegyük észre, hogy nagyon sok helyzetben tudatosan butítanak minket, hiszen tudják, ha elkezdenénk nyitott szemmel együtt harcolni, akkor mi is teremthetnénk gyümölcsöt a következő generációnak. Ugyanúgy, ahogy Petőfék is teremtettek nekünk. Próbáljunk meg felébredni! Próbáljunk meg felébredni és nyitott szemmel körülnézni, hogy mi is folyik körülöttünk. Nem kell a forradalom gondolatától megtorpanni, hanem el kell hinni, hogy személyesen mindenki, én is, ti is és önök is nap mint nap tehetünk valamit. Valamit, ami által megélhetjük a saját kis forradalmunkat, elsősorban magunkkal szemben, hogy aztán együtt elindulva tegyünk valamit a közösségünkért. Mert helyettem és helyettetek sem a szüleitek, sem az ismerősök, sem a politikusok és nem fognak semmit tenni, és nem fogják megoldani ezeket a problémákat. Nekünk, fiataloknak, minden évben március 15 nem csak egy történelmi megemlékezés kell legyen,
hanem egy ébresztő is, hogyha netán elszenderülnénk, akkor ébredjünk fel, és újra emlékeztessük magunkat arra, hogy feladatunk van, hogy nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy szenderedjünk az életben. 1848-ban Petőfi azt mondta, hogy talpra magyar. Én 2015-ben azt mondanám, hogy ébredj magyar. Ébredjetek, fiatalok!